Sziasztok, Szöllősi Kis Orsi vagyok, ételfotós, és megosztanék veletek néhány tippet, hogy hogyan tudtok szuper képeket készíteni a telefonotokkal. Ha Instára kerülnek az ételfotóid, akkor mindenképpen állóképet készíts, hiszen így tiéd egy másodpercre a teljes figyelem. Ha mozgást fényképezel, akkor mindenképpen használd a sorozatfelvételt, hiszen rengeteg szuper kép közül választhatod ki a leges-leges-leges legjobbat, amit aztán meg tudsz osztani. Ha meg akarod fagyasztani a mozgást, akkor a pro módot használd, és nagyon rövid záridőt, tehát ilyen 1/500 másodpercet, vagy még annál is rövidebbet válasz, és akkor például a porcukorod nem elmosódik a képen, hanem apró kis szemcsékben jelenik meg. Ételfotózáshoz tökéletesen megfelel a természetes fény, hogyha melletted jobbról vagy balról van egy ablak, a másik oldalról pedig egy fehér tárgyal derítesz, az teljesen elég. Nem mindenképpen homogén fotóháttereket használj, hogy ne vigyék el a háttér mintái a fókuszt az ételről. Ne vásárolj össze rengeteg különböző tányért, próbálj inkább semleges kiegészítőket használni, mert ezeket különböző típusú ételeknél is fel tudod használni. Hogyha viszont színes tányérokat veszel, azok megint csak elviszik a fókuszt az ételről, amiről az ételfotónak szólni kéne. Sziasztok! Előbb fotózunk, aztán eszünk! Bogus, ez nagyon jó!